Vágták a betont kedd délelőtt a Flash parkolóban a szakemberek, folyamatosak a munkálatok ugyanis, hiszen hamarosan helyére kerül az a sorompó, ami a be- és kihajtást koordinálja majd itt. Még 2021-ben döntött úgy a képviselőtestület, hogy a Flash központ mellett található, néhány éve felújított, csak nem 100 darab parkoló fizetőssé válik. Ennek oka, hogy a megnövekedett forgalom miatt a Flash központ rendezvényeinek idején szinte lehetetlen parkolni, a néhány éve kialakított, az új társasházak mögött található helyeket viszont alig használják. Az új rendszert eredetileg már 2022. január 1-jével elindították volna, ez azonban elmaradt, az zárt fizetési rendszer idén-nyáron viszont megindul. Ez egy zárt sorompós parkolási szakasz, ami azt jelenti, hogy 0-24 órás fizetéssel. Ez alól kivétel december 24 és január 1 közötti időszak akkor ingyenes, amúgy minden óra, minden percébe fizető lesz. A egyes díjzónának megfelelő óradíj, az azt jelenti, hogy 300 forint per órával fog működni. A környéken lakóknak azonban bérlet lehetőséget biztosítanak majd. A rendszer indulása előtt összesen 50 darab éjszakai bérlet vásárlására lesz lehetőség, amivel este 8 és reggel 8 óra között ingyenesen lehet majd parkolni, évenként 36 ezer forintért. Aki azonban átlépi ezt az időintervallumot, akár bérlettel is, annak fizetnie kell majd a megkezdett órákért. A Flash központba, a Huszárgálvárosi könyvtárba és a boltokba érkezőkre is gondoltak, hiszen az első fél óra parkolás mindenki számára ingyenes lesz. Aki az előadásra jön, az ugyanúgy le fogja tudni csippantani egyet, és az plusz két óra ingyenességet ad neki. Hát nyilván, ha ennél hosszabb az előadás, akkor azt a bizonyos időszakot rá kell fizetni. A megérkezéskor, ha valaki mondjuk a itt bent lévő ABC-t, vagy valamit szeretne használni, egy könyvtárat, akkor viszont fél óra ingyenesség van, tehát az azt jelenti, hogy az első fél óra teljesen ingyenes, ugyanúgy érkeztetni kell, tehát jegyet kivenni, és akkor gyakorlatilag az első 30 perc ingyenes, onnantól kezdve viszont 300 forint per óra. A zárt parkolórendszert úgy alakítják ki, hogy a Károly utcától legmesszebb eső bejáratnál helyezik el a sorompót, itt lehet majd be- és kihajtani, a többi bejáratot lezárják majd. A Huszárgálvárosi könyvtárhoz legközelebb eső rész ingyenes lesz, itt alakítanak majd ki mozgáskorlátozott parkolókat, míg a Flash központ mögötti várakozó helyeken továbbra is ingyenesen biztosítják a parkolást.